elmentem az ifisekkel korizni, sikerült. Sziasztok, szervusztok! Ez a Papi Franco YouTube csatorna, és abban is a Deus Ex Cinema rovatunk, amikor, mint már megszokhattátok, Kikóval elemzünk filmeket, és természetesen melyik másik filmet elemeznénk, mint? A két pápa. Így van, sokan kértétek is, meg minket is érdekelt, úgyhogy elmentünk és megnéztük, és Kikó, kezd! Nagyon fontos a film alapja, vagyis az, hogy ez valós, megtörtént eseményeken alapul. Fontos az, hogy nem a valóságot látjuk viszont a vászlón, hanem azt, hogy egy történelmi kort élünk, amikor egymás mellett két pápa is él, hiszen Benedek pápa is él, vígan virul, és Ferenc pápa is szolgálja az urat. De nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy... Isten éltesse őket sokáig. Így van, nagyon fontos, és szerintem nagyon-nagyon jó maga a film is, egy jó PR ennek a két fantasztikus embernek. De a leglényegesebb talán az, hogy egy valós történetet nem csak dokumentumfilmesen elmesél, hanem hollywoodi filmes eszközökkel ezt nagyon-nagyon finomra csiszolja, és így tesz elénk két utat, két szemét, két remek karaktert. Elég csak az olyan apróságokra figyelni, hogy milyen zenét hallgat az egyik, milyen zenét hallgat a másik. Kinek szurkol a másik. Ezek szerintem nagyon apró jelek, amik nem biztos, hogy így vannak a valóságban, de nagyon-nagyon jól illeszthetők a valóságos emberek karakteréhez. Valahogy úgy fogalmazódott meg bennem, hogy nem biztos, hogy így történt, de akár így is történhetett volna. Természetesen nem dokumentumfilm, és még egy dokumentumfilmnek is nagyon nehéz megjelenítenie az igazi valóságot, hogy ki pontosan mit miért mondott, és mit csinált, és hogyan csinált, és mik voltak a háttérben. Én azt láttam ezen a filmen, hogy nem is nagyon akart ebbe így belemenni. Adott egy narratívát, adott egy gondolatkört, hogy valószínűleg a látható döntések mögött milyen gondolatok, milyen motivációk voltak, de ez egy lehetséges perspektíva, egy lehetséges interpretáció, akár lehet, hogy teljesen más történt. De azt látjuk, hogy pápává választották, aztán lemondott, aztán a másikat választottak pápává, látjuk a megnyilatkozásokon, hogy kinek mi volt a fontos a pápaságában, és hogy mi motiválja őket, na arra tesz egy izgalmas kísérletet a rendező, hogy ezt bemutassa. Szerintem nagyon fontos az a technikai rész, amit már talán kicsit érintettünk is, hogy nagyon sok esetben valós jelenetek vannak bevágva, keverve a játékfilmmel. Szerintem itt tényleg az a leglényegesebb, hogy ez ettől még játékfilm, nem dokumentumfilm. Ja, majd elfelejtettem, hogy a két főszereplő, Jonathan Pryce és Anthony Hopkins. Hát már a G.I. Joe-ban, amikor megjelent a Jonathan, már akkor azt mondtuk, hogy ez Ferenc pápa. Emlékeztek rá a G.I. Joe filmre? Ott ő volt a főgonosz. Tényleg Ferenc pápa ugrott be róla? Azonnal! Ekkora már! Hannibal Lecterről se Benedek pápa jut eszembe, de hogy a G.I. Joe-ról Ferenc pápa, hát ez... De hát annyira olyan az arc karakter, ez tény, hogy... És nagyon sok esetben egyébként ugye valós jeleneteket forgattak újra, és amikor néztük, akkor így többen megkérdezték, hogy akkor ez most a valóság, vagy most a játékfilm. Szerintem ezt egy nagyon ügyesen összemosták a kettőt, és nagyon sok esetben az operatőri munka is erre rájátszott ezekkel az életlen jelenetekkel, életlen snittekkel, amikor mondjuk a háttér volt az éles, az arc helyett és hasonló. De ez szerintem nagyon-nagyon-nagyon jó játéka annak, hogy egy valós történetet elmesél filmes eszközökkel. De miről is szólt számomra ez a film? Ahogy itt az elején említettük, itt van két különböző karakter, és ezt a két különböző karaktert egy igazságról, egy Istenről halljuk beszélni. És nagyon-nagyon izgalmas az, hogy ez valahol az egyház két arca. Nekem nagyon tetszett az, hogy rengeteg olyan problémáról esik szó a filmben, amiről nem igazán szoktunk kifele beszélni. Még adott esetben házon belül, egyházon belül sem. Itt viszont ezt kendőzetlenül és kertelések nélkül tették meg. Abszolút bátor a film, tehát belenyúl olyan kérdésekbe, amik kifejezetten méhkas jellegűek. Tehát, hogy hogyan választották meg Benedeket, hogy miért mondott le, hogy Ferenc pápának a megnyilatkozásai, vagy a múltja, Benedekkel is. Benedeknek is a múltja, meg ez nagyon, tehát hogy nagyon izgalmas, és nem mondom, hogy minden egyes esetben jó választ talál rá,
De szerintem ez egy izgalmas alkotói gondolkodás, hogy, hogy próbáljuk meg megérteni a valóságot, megérteni ezeknek az embereknek a motivációit. És most fontos az, hogy ezeket a problémákat, ezeket inkább csak így bevezeti, hogy ezekről beszélünk, ezekről a problémákról, molesztálás, abúzus, elváltak áldoztatása, ezek... Az Argentinában a az argentin, katonai hunta... Így van, az argentin... diktátorokkal való együttműködés, kooperáció, ez szerintem nem megjelenik csak... benne Jálics Ferenc magyar jezsuita. Így van, így van. A hatalommal való kooperálás diktatúra idején az nem csak Argentínában és nem csak Németországban, hanem a világ minden pontján előkerül, mint dilemma, és szerintem nagyon jó, hogy ez a film egyetemes, ez nem csak róluk szól, hanem, hanem mindenhol, ahol ez a kérdés előkerül, ez egy aktuális és valós probléma. Azt tetszett még egyébként a filmben, hogy ugye ez egy nagyon nehéz időszak volt szerintem az egyház életében, amikor mondjuk Benedek pápa lemondott, ez egy eléggé meglepő mozzanat volt, és nagyon táptalaja volt ez az összeesküvés elméleteknek, hogy miért, meg kikényszerítette lemondása, meg most érvényes volt a lemondás, vagy nem. Ezt vagy a film akkor... finoman érinti is ott a hírekkel, igen, a titkárának, a börtönzésével. De szerintem jól helyre teszi, és legjobban akkor járunk szerintem, hogyha nem ülünk fel az ilyenfajta pletykáknak, meg konteuknak, mert igazából teljesen legális az, amit a film is, meg amit sejteni lehet Benedek pápa esetében is, mint érv, mint indok, mint motiváció a lemondásra, nem kell, hogy azt gondoljuk, hogy ez valamilyen fajta szabadkömös összeesküvés, vagy ilyesmi. Addig, amíg ki nem derül az ellenkezője, természetesen addig gondoljunk a legjobbra. És a legizgalmasabb egyébként az a kérdés, amit a film ugye felvet, amit már te is érintettél, hogy szeretet vagy igazságosság. A film egyébként egy picit ebben karikaturisztikus, szerintem itt átlép azért egy olyan határt, amit én nem lépnék át, hogy Benedek pápát nagyon erőteljesen olyan karakternek ábrázolja, aki ridegen csak az igazság, miközben nem jellemző ez Benedek pápára. Kétség kívül ő nagyon vigyázott az egyház tanításának a tisztaságára, de ez nem jelentette az, hogy az Isten szeretetéről vagy irgalmáról elfeledkezett volna. Ez azért egy kicsit szerintem el van túlozva a filmben, de ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy szeretet és igazságosság, irgalom és tanítás vagy törvény egymásnak feszülése. Ez azt gondolom, hogy örök kérdés, amióta a kinyilatkoztatást ismerjük, mert Isten legalább annyira igazságos, mint amennyire szeret és irgalmas. Tehát nem dobhatjuk ki az ablakon az ő törvényeit, és nem mondhatjuk azt, hogy bármit csinálhatok, mert az Isten szeret, mert az Isten törvényt ad, sőt, még Jézus is bizonyos törvényeket meg is szigorít az Ószövetségből. De ugyanakkor tudjuk azt is, hogy Isten irgalma is végtelen. És ez egy örök játék, hogy ez a kettő, ez egyszerre igaz, az igazságosság és az irgalom, a szeretet és a törvény egyszerre van jelen. És szerintem, hogyha megértjük ezt, akkor értjük meg igazán az Istennek a szeretetét, és az igazi Isten képünk akkor lesz. Szerintem a leglényegesebb az, hogy te kinek drukkoltál? Mint a végén? A végén. Annyira zseniális a jelenet a végén, ahogy a két pápa leül megnézni a foci... Várj, fontos, tehát, hogy... Spoiler! Nem érdekel, hogy spoiler. Az, hogy megérkezik, és az egész jelenet, az egy ilyen nagyon hivatalos látogatásnak indul, hogy itt most a két pápa, a Ferenc pápa megválasztása után először találkozik a sajtó keresztüzében, fotóznak, majd bezárul az ajtó, és leülnek VB-döntőt nézni. Zseniális, ahol ugye az argentinok játszottak a németekkel. Fantasztikus. És söröznek, és pizzáznak, és ezekben nagyon erős a film, hogy ezek a belső jelenetek, ezek a nagyon emberi arcok, amiket, tehát ez a két pápa, ahogy egymással találkozik, ahogy beszélgetnek egymással, ahogy megvallják egymásnak a bűneiket, ahogy megmutatják az emberi arcukat, ahogy szurkolnak a foci meccsen. Tehát, hogy annyira ez szerintem, szóval, hogy az ember valahogy megszereti, a hivatal mögött meglátja az embert, és megszereti az embert. Én valahogy úgy fogalmaztam meg, hogy egy emberarcú egyházat látunk ebben a filmben, és szerintem erre nagyon-nagyon nagy szükség van. Ezek az emberek igenis szerettek pizzázni. Igenis lehet, hogy tangóztak, lehet, hogy túlzó az a jelenet, de szerintem zseniális, ahogy egy németet tanít egy argentin tangózni. Fantasztikus. Én még egy dolgot tennék ide, és itt Anthony Hopkins játékát szeretném kiemelni, nem mintha Jonathan Pryce nem lenne zseniális, hogy Benedek pápa lemondása
egy hatalmas alázattalról tesz tanúbizonyságot. És erre szerintem ma nagyon-nagyon nagy szükség van, hogy ma, amikor mindenki azt hiszi, hogy pótolhatatlan és egyedülálló kincs és érték, ami igaz is, valaki azt tudja mondani, hogy srácok, már nem rám van szükség, igen, és hátralépek kettőt, és ha megnézed egyébként azóta a valóság is ezt támasztja alá, meg sem szólal. Igen. Igen. Kártauszi némadsággal. Hihetetlen. Hihetetlen alázat és hihetetlen emberi nagyság, amit Benedek pápa művelt, tényleg le a kalappal. Különösen a Sixtusi kápolna nagyon durva! Te, aki voltál ott sokszor, én nem is, voltam. Én is azt hittem, hogy ez az igazi Sixtusi kápolna, pedig nem. Felépítettek egy felépítettek. Tök ugyanolyat. Igen. Nagyon durva. Hihetetlen. Én azt hittem, hogy az egészet a Vatikánban forgatták, de kiderült, hogy nem. Nem. Felépített díszlet volt. De néhány jelenetet forgattak a Vatikánban is, de ezeket nem. Érdemes megnézni a filmet. Sőt. Nagyon-nagyon jó. Nagyon ajánlom. Humoros és sokszor elgondolkodható és sokszor egy kicsit meg is ríkatja az embert. Szóval nagyon igényes. Nézzétek meg. Nézzétek jó meg. Film. És továbbra is várjuk kommentbe azokat a filmeket, amiket nézzünk meg és kritizáljunk. Igyekszünk teljesíteni minden kérést. És köszönjük, hogy néztek minket, kövessetek minket Instán és Facebookon is, és kommenteljetek, és lájkoljatok, és ajánljátok ismerőseiteknek. És nagyon fontos... Ne felejtsetek el imádkozni. Sziasztok! Sziasztok!